Na, mit tesztelünk ma? Nem tudom. Srácok, egyrészt ez a fő attrakció. Remélem, hogy... Benne vagyok. Fullos. Szóval, vágható tükör. Ez annyira mozgatta a fantáziánkat, hogy Bencél mégis... Lehet vágni. Hogy mégis mi fán terem ez a vágható tükör. Gyárilag azért találták ugye ki, hogyha valakinek betörik, itt mutatja is, ha valakinek betörik a tükör, akkor nem kell újat venni, új tükörlapot venni. És Dorka tud benne sminkelni. Betörik a tükör. Igen. Akkor odarakt. Igen. Nem kell 100 000-re kérni. Azért most a Bence bevállalja, hogy betörik a tükrét. Értitek, ha vesztek esetleg egy S-mercit, legújabb S-mercit 45 millióért mondjuk, mert hogy AMG, meg ilyenek, akkor, és betörik a tükrötök, ami van vagy 2 millió egy új tükör, érted? Akkor tessék, itt van. Akkor vesztek egy 300 forintos vágható tükörlapot. És törésálló. És ráteszitek. És tök fullos. Itt a leírás. Na. Kalapácsolt be a tükröt először. Úgyhogy hol egy kalapács? Bence bevállalta. Aztán rajzolt körbe a tükröt. Vágd ki, tedd oda. És húzd le a fóliát. És ez milyen tükör, ami ilyen fogantyús? Ez olyan, csak egyet adnak az autóhoz, és kirakhatod jobb mindegy, és meg balra. Igen, igen. Szóval ez a fő, ezt mindjárt teszteljük. Egyébként a másik, a ajcsi, ez csak így poénból vettük, hogy legyen egy ilyen is. Igen, és működik, mert már most bepárásodott. Még be se dugtuk. Valóban. Na mindegy, ez egy ilyen plusz poén, hogy működik-e, vagy hogy mégis bizony. Ezt tudom. Mert Máté úgy döntött, hogy Ed China-nak átnevezi magát, és teázni fogok. Mától teázni fog minden egyes szerelésnél. Szigorúan tejjelig fogja inni a teát. Ahogy ne. Nem nyílt ki. Megszúrjam. Megszúrtam. Ez a zöld hátulja. Van. Inkább fordítva tegyük fel. Ez jobb, mint a tükör. Vonza, ragadsz. Mi? Így kell fölrakni? Látod. Nem öntapadós? Látod. Én azt hittem öntapadós. Itt nem is ír erről, egy szó sincs erről. Átbasztak. Hát át. Na, visszük is vissza. Ez nagyon erősen így. És ez megint hibás is, nem? Na, amúgy tegyük rá tényleg a BMW-nek az egyik tükrére, hogy mennyire torzít, meg hogy mit tudok. Hozok egy oldalt. Ja, hogy kivágod? Ha megpróbálom. Ez nem lesz szakszerű, én ezt már most lát. Egy sarkot le kell úgy kerekíteni, úgyhogy kipróbáltad úgy. De ott ne egyenesen, úgy se lesz jó. Az olló is törik. Ennyit arról, hogy törhetetlen, már most berepett. Amúgy igen. De szar. Ezt akkor mivel kell vágni? Ennyi. Vagy ez az olló? Nem. A maga az olló nem, csak a feje jön le. Ez konkrétan úgy levágott, hogy végig reped. De szar! Ez látszik, mutatom, hogy ez mennyire látszik. Meg levágjuk utána a másik teljesen. Látszik. Baszki, hát ez használható. De szar! Na most megpróbáljuk schnitzerrel. AC-val. Az is megindul a schnitzer éle felé megindul ilyen hajszálrepedés mindig. Na hát srácok, akkor egyrészt itt már fail van. Flex. Ó, az egész jó lett, ahogy gyorsan vágtad. Ott lett a legjobb. Akkor ezt gyorsan kell vágni. Igen, csak hogy vágsz gyorsan, jó forma. Ezt így megpróbáljam így levágni? De ívet kell. De most ez csak... Jó. Na, jó, szóval akkor ez már fail, tehát hogyha szeretnétek ilyen kis repedéseket, akkor eddig jó. Amúgy mennyire? Ó, egyébként szép alatta. Torzít, mint a szar. Igen? De csak azért, mert íves, nem? Várjál, tehát ilyen... Látod, ez formás. Állat! Ez egy tök jó effekteket lehet, ha látszik. Tök jó effekteket lehet csinálni vele. Mint tükör... Jó. Attól függetlenül, hogy torzítni az állat.
Igen, de ne vágjátok el, csak ragasztátok fel egybe, és akkor szint marad. Mondjuk a falra. Ez ív? Ez egy jó ív. Na, jó, ez egy szar. De jelentetjük, hogy amúgy ez egy szar. Miért? Na, az a fele ma majdnem jó. Figyelj, kb. Egyébként itt el is vágom így, és akkor fele-fele. Ja, jó. Nem? Csak könnyű. Megpróbálom. Á. És most törd el. Vagy nem. Ott ilyen izélet, látod? Mint egy rossz polír. A sarkot még le kell vágnod. Igen. Megsarkítjuk. Na, hol van ez a ragacs? Tényleg fölragasztod a tükrödre? Aha. Le fog jönni simán. Vagy mi? Izé, előtte nyomd a bőrödhöz. Ez nem is rakad? Mi? És ez a fele nem ragad? Nem. Hogy? Ezt hogy találtál, kis rácok? Várjunk, ez lehet, hogy másra való. Vagy gondolod, hogy nem ragad, és oda ragad? Srácok, ez egy kurva nagy fail. Nem, én ezt tudom, hogy működik. Így. Hogy a szarba? De hogy lehet olyan? Megcsinálj így. Hát de hallod? Ez mi? Amúgy elhiszed, hogy ez ragadt valaha? Igen, és a másik oldal miért maradt olyan? Nem tudom. Nem is ugyanolyan fólia van a két oldalán? Én ezt nem értem. Én azért gondoltam, hogy... Én is megnyaltam az egyiket. Há? Ezt megnyaltam, és itt most egészen tapad. Na, húzd le a fóliát. Igen. Vagy várj. Milyen szép! Azt a rohadt! Azt hittem a fólia kartos, de nem. Fú, az akkor gyárilag is egy szar. Ugye ez meg kiesik, hogy vesz. Aha. Ha szépen ki lehetne vágni, és nem lenne ilyen gyártási hibás szar. Igen, végülis ha jó lenne, akkor jó lenne. Megnézem, hogy mernék-e belőle tolatni. Ú, nem. Azt kurva. Jézus. Ó, innen is látom. Ilyet minek árulnak? Ülj már. Várjad már. Srácok, látjátok, amit én látok, hogy így a... Szemmel nagyon látszik. Igen, kamerán annyira nem is látszik, de... De hát ez... olyan szépen torzít, rá kéne erre írni, hogy ami a tükörben látszik, az a valójában nem full nem ilyen. Nem az, hogy közelebb, távolabb, hanem tök más. Tehát így... Na, ezt látjátok? Ez, na, valami hasonló. Fú, és még nem is jár a motorom, úgy szerintem. Szerintem ezt szedjük is le. Fú, na jó, srácok, akkor azt hiszem kijelentetjük, hogy a gyári tükör jobb. De, és még tükörnek oda lehet rakni bárhova. Akkor így, most ez a gyári, kicsit azért a... Amúgy igen, tehát ilyen ezért tükörnek teljesen fullos, ilyen... Bárhova oda rakott tükör. Bárhova tükör. Na, egyébként tényleg ez erre jó. De arra, amire kitalálták, arra nem. Rakod a kocsi alá, belülre bedobod pár száz forint, és látsz mindent, amit akarsz. Úgy hajlítod, ahogy akarod. Torzítva látsz mindent, de legalább látsz. Nem, ezt mondom, ezt a garázsba fölteszem, mert a garázsban jó lesz. Arra lesz jó, srácok, hogy videózás előtt magunkra nézzünk, hogy videó. Vállalhatóak vagyunk-e?
vagy sem. És azt mondja, hogy igen ez. Hogy nem. Igen. Hallod, majdnem lefejeltem a garázsajtót. Igen? Úgy jöttem, hogy így lehúzottam pont. Na, tehát ide jó. Egyébként nem is értem, mert a cégnek az a neve, hogy lámpa, és tükröt gyártanak. Szóval, ez már ott rossz, hogy elnevezték magukat. Ez milyen? Jó, akkor ez, a, tehát ez volt a videónak a fő szereplője. Úgyhogy ez off, ez tényleg, ez 10 pontból, hát egy nulla. Nem, egyébként egy, hogyha tényleg, ez is arra jó, hogyha nem arra akarod használni, mint amire gyártatok, arra jó lehet. Igen. Mint a, alternatív felhasználása elég igen. Sokféle lehet. Igen, igen. Na, úgyhogy ez most a plusz, ez a kis forraló, ezt még így pluszba bevágjuk, mert mondom, sokat akarunk teázni kocsiba, úgyhogy... Elrontottam. De várj. Igazából nincs csak utasítás, annyi, hogy ez és egy között lógasd a vízbe. Jó. Akkor ez már most meleg, fogd meg. Működik. Lehet egy wifi-s. Ó, van egy kis fül, nézd, hogy ne essen bele a pohárba. Ez kurva forró. Igen. Azt nézzük, hogy melyik fog előbb nyerni. Egy vízforraló, vagy egy vízforraló? Mondjuk ez nem is kéne pohár, de mindegy. Ez egy 2000 wattos vízforraló, ez pedig egy valahány... 180. 180 wattos? Azt hiszem, olvasd el, vagy 160, ott van, ott. 180 wattos. Hát egy kicsit van különbség össze, de azért kíváncsiak vagyunk, hogy mégis mennyi. Ugye egy stoppert azért indítok, hogyha egy óra múlva melegedne fel. Akkor ne nézzétek végig, srácok, az egészet. Mert... Elindultunk. Elindítottuk. Azt is bekapcsoltad? De. Ezt szóval vagyunk. Nem tudom, mondjuk oda. Jó, azt mondja, kész? Ez baj. Na. Forrósodik amúgy. Fogd meg. Forrósodik. Oldaltok. Na. Hú, de menő. Kész. Na, ezt akkor én már iszom is kettő perc, 3 másodperc. Volt. 2 perc, 3 másodperc. Volt. Sőt, is melegszik. Én nem fogdosnám annyira. Igen, én is fogtam az előtt. Azt a kurva, a kábel, az jó forró. Fogd meg a kábelt. Igen. Hát ez be kéne denni az egész kábelt így körbe-körbe. Én nem biztos, hogy... Én megmerem kockáztatni, hogy jól van a műanyag. Igen, nagyon forró. Oké, hogy autós, de én ezt nem merném autóba használni. Teszem hozzá, hamarabb fölmelegszik, hogyha nem kövön van, ami viszi a hőt. Hát lehet. De nem, ez nem. Azért mondjuk ez már forró. Ez már egészen. Ott már nem annyira tartom ott a kezem. Nézd meg. Igen. Én gyanítom, hogy ez egyébként forrni sose fog. Szerintem most már azt mondhatjuk, hogy 13 perc után teázható. Így már biztosan teázható. De szerintem már kicsit korábban is teázható. Igen. 8-9 perc. Megmondom, hogyha nem kövön van, akkor azért az elég sokat számít szerintem. Akkor srácok, ez ilyen plusz extra volt. Én azt mondom, hogy egyébként... Ez mennyibe került? 500 forint volt ez is? Nem volt drága. Nagyon kis gagyi összeg volt. Szerintem egyébként, hogyha télen ki elmentek korizni, vagy valahova, és hú, de megkívántok egy, mondjuk akkor inkább termoszba vinnék cuccot, és akkor az úgy hagyja. De ha esetleg nagyon sokáig úgy vagytok kint a hidegbe, akkor végül is arra jó, hogy egyet felmelegít, és ennyi. De amúgy nem egy gyilkos... Tudod, mi a jó? Elakadsz a hóban.
Na megvan ennek is az alternatív megoldása, ha elakad az ember a hóba, akkor ezt ki lehet tenni a gumihoz, és felolvasztja a havat. Csak kell egy hosszabbító. Egyébként arra tényleg jó, mert a pikpak felolvasztja. Ez... Na látod, nem volt nálad ilyen. Tényleg. Miért a hóláncot vittél, de ilyet nem. De ilyet nem, nem gondoltam, hogy a vízforraló majd kisegít. Na például erre jó. De nem, tényleg ennek is lehet, van haszna, nem azt mondom. De arra, amire kitalálták, azért ahhoz kicsit lassú, türelmesnek kell lenni, de igazából tényleg, ha, meg nem szabad így hagyni, szóval ezt biztos, hogy nem hagynám úgy, hogy beteszem a kocsiba, ahogy a képen van, ott hagyom, elmegyek korizni, azt visszajövök, addig leolvadt a kocsi a helyéről. Nagyjából. Ja, vagy beszakadt a Balatonban, mert a kocsit is felmegy. Na jó, akkor... Én nem ott szoktam parkolni, de... Te nem? Hammerrel. Hát Hammerrel ott parkolnék. Na. Jó, hát szerintem akkor ez ennyi volt, úgyhogy akkor cső. Akkor cső. You're no hero, so don't act like it. Please don't treat me like I'm your sidekick.